Ahogy sok más kereskedelmi egység, az optikák is veszélybe kerültek a koronavírus járvány miatti helyzetben, országosan mintegy tizedére zuhant a bevételük. A cégek bő negyede kényszerült arra, hogy megszüntesse az alkalmazottai munkaviszonyát, vagy fizetés nélküli szabadságra küldje őket, számol be róla a világgazdaság. Ennél a nyíregyházi üzletnél, bár az országos átlag felett maradt a forgalom, még így is mintegy 80%-os visszaesés kellett elkönyvelniük az elmúlt hetekben. A kereskedelmi tevékenység mellett ráadásul egészségügyi szolgáltatóként is működnek, emiatt speciális óvintézkedéseket kellett meghozniuk, bizonyos szolgáltatásokat pedig most nem tudnak végezni. Jelen esetben a szemvizsgálatot nem lehet végezni a vírushelyzet miatt. Látásellenőrzést és látásvizsgálatot szigorú szabályok betartása mellett viszont igen. Abban az esetben, hogyha valakinek dioptria romlás miatt kell lekorrigálni a látását, azt szankciók betartása mellett védőmaszk és védőkesztyű használata mind a páciens, mind a szakember részéről, hogyha ezt használjuk, akkor ez elvégezhető, és ugyanez a helyzet a kiszolgálásban is, hogy a kiszolgálat térben is ugyanígy fogadjuk az ügyfeleket, hogy védőkesztyűben is és maszkot használunk hozzá, illetve minden egyes látogatás előtt és után mi lefertőtlenítjük az üzletet. Ez mi vállaltuk önként, ez egy speciális szabvány, egy szigorú norma, hogy abban az esetben, hogyha valaki bejön az üzletbe az időpontra, amit megbeszéltem, előtt és utána is végzünk egy fertőtlenítést, ami abból áll, hogy minden olyan eszközt, amivel kapcsolatba kerülhetett, azt lefertőtlenítünk fertőtlenítő eszközökkel, meg speciális UV csövet használunk a légtér fertőtlenítésére, illetve gyakran szerőztetünk. Az optikáknak is be kell zárniuk délután 3 órakor. A szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett ebben a szalonban ügyeleti rendben tartanak nyitva. Az ügyfeleket időpont egyeztetése után zárt ajtók mögött tudják kiszolgálni. Egy időben pedig csak egy ügyfél tartózkodhat az üzletben. Közben a Magyar Optikus Ipartestület és a Magyar Látszerész Szövetség a kattások mintájára a járulékbefizetések aluli mentességet kérték a vállalkozások számára. A területen dolgozók közül sokan gondolják úgy, hogy ennek a szakmának is be kellene kerülnie a gazdaságvédelmi intézkedések kedvezményezetti körébe. Ebben a helyzetben mindenki vesztes. Tehát mindenkinek szüksége lett a segítségre, de alapvetően mi azt mondjuk, hogy ha ebbe a korlátozott rendszerben a csökkentett nyitvatartás mellett mi megfelelő módon tudunk működni, az a legnagyobb segítség a számunkra. Tehát ha lenne gond az, hogyha elrendelnék azt, hogy teljes kijárás tilalom menne, és be kellene zárni, akkor valóban el lehetetlenülünk. Így ebben az esetben, hogy így tudjuk fogadni az ügyfeleinket, és a szigorú protokollt betartjuk. Így a visszaesés mellett a vírus időszakra át, én úgy gondolom, hogy át tudjuk vészelni. Ha kapnánk központi segítséget, természetesen annak nagyon örülnénk, de az a lényeg, hogy ha ezt a rendszert fent tudják tartani, hogy a korlátozások mellett és a szigorú egészségügyi előírások mellett tudunk működni, akkor azzal 2-3 hónapot át tudunk vészelni. Magyarországon 1200 optikai szaküzlet működik, ezekben 13-14 ezren dolgoznak. A jelenlegi helyzetben csak mintegy 60%-uk tart nyitva, de sokszor ezek is csak ügyeleti rendszerben. Mint az Index megírta, országosan létre is hozták az ügyeletes optikákat megjelenítő weboldalt, hiszen a magyar lakosság fele szemüveges, és bármikor történhet baleset a látássegítő eszközökkel.